hogy milyen dolog ADHD-snak lenni? Nem tudom, hogy milyen dolog nem ADHD-snak lenni. Nincsen viszonyítási alapom. Annyi viszonyítási alapom van összesen, hogy már gyerekként is kilógtam a sorból, és nem igazán értettem a kortársaimat zavaró, számomra zavaró helyzetekben nem tudtam megfelelőképpen reagálni. Voltak dolgok, amiket túlreagáltam, magamra vettem, miközben teljesen ártatlan dolgok voltak. Voltak, amiket nem vettem észre, pedig mindenki más számára nyilvánvaló volt. És hogy emiatt nem éreztem jól magam gyerekként. Eleve a lányoknál más tünetei vannak, már gyermekkorban is az ADHD-nak, míg a fiúkra jellemzőbb a fizikai nyugtalanság és hiperaktivitás, addig a lányoknál sokkal inkább mentális hiperaktivitás, nyugtalanság, fókuszálatlanság van. Tipikus és jellemző ADHD-s karrier, hogy az egyébként jó eszű, alapvetően értelmes, érdeklődő, valamiben akár kimagaslóan tehetséges fiatal nem jut el mondjuk az érettségig vagy a diplomáig, mert a tervezésnek és a végrehajtásnak van egy olyan funkciózavara, ami megakadályozza a folyamatnak a befejezését. És itt nem arról van szó, hogy mint minden végzős, meg mint minden diplomát író fiatal, olyan nehéz egy ekkora volumenű munkát megcsinálni, és befejezni, és leadni, mert ez tökre természetes, meglepő lenne, hogyha ez így kisújból menne, bár vannak olyanok, akiknek ez kisújból megy, hanem az, hogy az ADHD-soknál ez konkrétan mint egy betonfal. Úgy magasodik, vagy úgy áll elénk, és úgy érezzük az a mindennapos észlelésünk az életről, hogy folyton ilyen falak kerülnek elénk, amiket nem tudunk átugrani, vagy áttörni, vagy megkerülni, és emiatt mindig visszaszorulunk egy olyan élettérbe, egy olyan élethelyzetbe, egy olyan tudás szintre, egy olyan lehetőség szintre, amiben már voltunk egyszer, is szeretnénk feljebb jutni, és ahonnan mások feljebb is jutnak. Nekünk meg nem megy. Pedig mi is vagyunk annyira értelmesek, okosak és lelkesek. És ha ez még így mindig nem érthető, és feltételezem, hogy sokaknak nem érthető, mert hogy sokan mondják azt, hogy ők is nehezen, meg belekezdenek, de abba hagyják, meg nincs motiváció, meg elvész a lendület, meg elkezdtek valamilyen tanulási folyamatot, aztán nem fejezték be, és egy újat kezdtek, és az se. De hogy ez nekünk egy életmód. Tehát az a különbség, hogy ami másoknak az életük egy-egy szakaszában egy-egy történés és csomag, az nekünk a komplett egész életünket jellemzi. Jó esetben az ADHD-s valahonnan segítséget kap. Legoptimálisabb esetben gyerekként a szüleitől, a tanáraitól és az egész környezetétől. Ha ez így megvan, és szakembertől, bocsánat még, ha ez így megvan, ez a négy dolog, akkor nem hogy hátrányos helyzetű felnőtt lenne belőle egy ADHD-s, akinek az agyi húzalozottsága nehézkesebbé teszi, vagy félbehagyottá teszi a karrierjét, hanem egy olyan ember, aki megtanulja azokat a cselekvéseket, azokat a folyamatokat, azokat a formákat, amik egy átlagembernek, egy úgynevezett neurotipikus embernek tökre természetesek és magától jönnek. De ha nincsen meg a támogató közeg már kora gyerekkortól,
és nincs szerencséje az adott felnőttnek abban, hogy valamiért valakik pártfogolják őt. Nálam ugye a tanáraim pártfogoltak engem, és ez fantasztikusan sült el. Akkor ő bizony lemarad, lecsúszik, kisiklik az élete, kisikolhat az élete, ez hülye igaz, de mindegy. Tehát elindulhat egy olyan irányba, ami már nem előrevívő lesz, és nem a kiaknázása azoknak a tulajdonságoknak, amelyek mássá tesznek minket, hanem a hiánya azoknak a tulajdonságoknak, ami másokat sikeressé tesz, vagy legalábbis egy normális módon A-ból B-be eljutó emberré tesz. Tehát, hogy nekünk vannak hiányosságaink, ami miatt nehezen jutunk el egy bizonyos szintről valahova, ezek viszont megtanulhatóak, már kora gyerekkorban is, de tanúsítom, hogy felnőttként is, mert én magam is megcsináltam. Tehát itt van rögtön egy nehézségünk, innen viszont fölfelé nekünk van egy kreativitásunk, egy plusz erőnk. Szupererőnek szokták ezt nevezni, vagy szoktuk ezt magunk között nevezni, és ez nem a féle ilyen fantazmagória, hanem az ADHD-s agy működésével együtt járó valamilyen plusz teljesítmény, általában leginkább a kreativitás és a hiperfókusz szokott ez lenni, de számos más apróbb és nagyobb tulajdonság van, ami bennünk megvan, az átlagemberben nincs, és ez nem jelenti azt, hogy az átlagembere miatt rosszabb lenne, és az sem, hogy mi jobbak lennénk, csak mások vagyunk. Oké? Tehát nincs mérleg, hogy a neurotipikus ember az jobb, és a neurodivergens az hülye, meg tehetségtelen, meg nem fog soha diplomát szerezni, és mindig is sikertelen marad az életében. Ez így nem igaz. És az sem igaz, hogy az ADHD és azzal a néhány öröklött tulajdonsággal, amivel másként működik az agya, mint egy neurotipikusnak, ő több lenne ezáltal. Nem több, más. Itt is más, ott is más. Hiány, többlet. És ettől még a neurotipikusból van rengeteg a világon, és belőlünk másokból van kevés. Nem is baj, hogy belőlünk kevés van, mert a mi jelenlétünk az egyszerre katalizátor egy populációban, egy társadalomban, mert nem úgy látunk, nem úgy gondolkodunk, nem úgy érzünk, mint a többiek, és ez a fejlődést segíti. Ha az ember egy helyben toporog, és ott jól érzi magát, és termel és fogyaszt és szeret és meghal, akkor az egy egysíkú valami, abból nem lesz fejlődés. Ha konfliktus robban ki, hogyha a feszültség keletkezik valahol, valamilyen szinten, ha problémák generálódnak, amelyeket meg kell oldani, akkor attól az ember, az emberek általában véve rákényszerülnek arra, hogy túllépjenek a saját komfortzónájukon, túllépjenek azokon az ismereteken, amiket eddig kőbe fektetetnek gondoltak, és mondták nekik, hogy ez már pedig ez így van, és ezt tessék elfogadni. És ez adja a lehetőséget arra, hogy egy társadalom, vagy egy populáció, vagy akár egy kisebb csoport tovább tudjon lépni egy következő fejlődési szintre, ahol egy darabig megint meg lesz, így beleül szépen és megnyugszik, és kicsit élvezi, hogy milyen ügyesen megteremtett magának egy új életteret, vagy egy új lehetőséget arra, hogy az élete jobb legyen. Majd utána jön egy ADHD-s, vagy bárki más, aki másként gondolkodik, nem feltétlenül ADHD-snak kell lenni, és ez az egészet megkavarja, megkutyulja ezt az állóvizet, és akkor megint lépni kell valahova. És jó esetben nem visszafelé lépünk, bár néha úgy tűnik, hogy igen, de most gondolkodjunk nagy léptekben, ősemberből eljutottunk civilizált emberig, tehát ha ezt az ívet nézzük, akkor mindenképpen előre jutunk. Kérdés, hogy ebben milyen hullámok lesznek, vagy vannak. Ezt kell talán valahol elfogadnia a többségi társadalomnak is, hogy ez nem valami
megvetendő, eldugdosandó, bántható, bántandó réteg, hanem egy valamiféleképpen hasznos csoportja a nagy közösségnek. És azt kell elfogadnia az ADHD-soknak, hogy mi nem betegek, hülyék, tehetségtelenek, szorgalmatlanok, lusták, ábrándozóak és semmire kellők vagyunk. Tehát, hogy el kellene végre engednünk egymás torkát, és elfogadni, hogy sokféle típusú ember van, és most már el kellene fogadni azt, hogy nem csak sokféle vallású ember van, sokféle bőrszínű ember van, sokféle szexuális beállítottságú ember van, hanem hogy sokféle agyi húzalozottságú, úgynevezett neurodivergens ember van a világon, és ők se nem jobbak, se nem rosszabbak a többieknél, de a jelenlétükre nagy valószínűséggel szükség van, hiszen ha nem lenne szüksége a világnak, a társadalomnak ezekre a másságokra, akkor ezek előbb-utóbb maguktól eltűnnének, kihalnának. Az evolúció lényege mindig az, hogy az marad meg, közösségi szinten pláne, ami előre visz, ami egy faj fennmaradását szolgálja. Ha a balkezesség nem szolgálna a faj fennmaradását, ha az ADHD-s agy, vagy az autisztikus agy nem szolgálná az egész populáció, az emberiség fennmaradását, akkor az egyet számunk annyira lecsökkent volna, hogy a végén megszűnik ez a genetikai variáns, hiszen nincsen rá szükség, nem hasznos a társadalomnak, és hogyha nem hasznos a társadalomnak, akkor tulajdonképpen haszontalan, mert el kell tartani őt is, mint egy egyént, miközben nem tud olyat előállítani, ami a közösségnek együtt jobb lenne. Sokan teljesen el is kallódnak az életben, mert nem tudnak beilleszkedni, belekockásodni az adott világba. Mások pedig jó esetben nem belekockásodnak, hanem megteremtik maguk körül azt a közeget, segítséggel általában, hogy ne akarják őket bepréselni egy kockába, hanem hagyják őket gömbként is bemenni, vagy háromszögként, vagy sokszögként, vagy kézzel megfoghatatlan dimenzióként, tehát hogy másként, mint a többség. És ettől lesz az egész világ úgy, ahogy van, jobb, talán élhetőbb, de mindenképpen előrevivőbb hely, mint hogyha a mások nem léteznének.